Irgalmatlanul sok szabály jött ki, nagyon mindenféle egyeztetés nélkül, hirtelen, és nagy sokot okozott valamennyi szereplőnek. Ezek közé nem csak a közvetítőket sorolom, hanem az állami szereplőket, a PSZÁF-ot is, sőt a Nemzeti Bankot is. A szabályok jelentős része a biztosítási iparágból jött, de azokat szigorúbban alkalmazta. Itt a vezetővel szembeni személykövetelményekre gondolok például, illetve a felelősségbiztosításra is. Ez már önmagában, tehát a felelősségbiztosítás megléte és annak az ára is nagyon sok közvetítőt eleve eltávolított a piacról. Úgyhogy így összefoglalom, független közvetítőből maradt 770 körülbelül, akik engedéllyel rendelkeznek most hitelközvetítői tevékenységre, és abból, hogy hány vizsga volt, abból tudjuk, hogy nagyjából 10-11 ezer ember folytathatja ezt a tevékenységet, ami a korábbi 40 ezerhez képest egy negyed elődést jelent. Hitelközvetítő hiány nincs a piacon, mivel jóval visszaesett a kereslet. Én azt gondolom, hogy a típusok nagyjából beálltak, tehát a függőnyöki lét most életszerűtlen, jelentős mértékben azért, mert hogy egyetlen bank nem tudja kiszolgálni az ügyfeleket, egyetlen banki kapcsolatból nem lehet függőnyökként megélni. Tehát az arányok nagyjából így maradnak, a kérdés mindig az alkuszi szerep, az alkuszi szerepkör. Reméljük, hogy ez az egységes közvetítői törvény az alkusz szerepét nem fogja csökkenteni, csak növelni fogja, és így a bankbroker is ki tud nőni ebből a szerepkörből még magasabbra. A szabályozástól függetlenül is a szektorban dolgozó kétharmada elhagyta volna ezt a területet csak azért, mert ennyire kevés a hiteligény, és nincs meg ez a fajta bizalom sem most a lakosság körében, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki, aki a piacon van jelenleg, arra kényszerül, hogy más termékekkel is bővítse a palettát, legyen ez biztosítás, vagy legyen forrásgyűjtés, betétgyűjtés, ilyesmi, mi is ezzel bővítettük a palettánkat, mert önmagában a hitelből egy hálózatot, nagy hálózatot most nagyon nehéz fenntartani. A közvetítőknek alapvetően az a feladat, hogy megfelelő módon tájékoztassa az ügyfelet. Hiteligényt felkelteni nagyon nehéz, ez tényleg távol áll a biztosítási szakmától. A hiteligény az keletkezik, és erre alapítjuk azt a gondolkodásunkat, hogy a jövőben ez nőni fog, hiszen azok, akik most bizalmatlanok a banki rendszerekkel szemben, és visszafogják a hitelezési eladósodásukat, azok elkezdenek majd később, hogy anyagilag erősödnek, ismét abban gondolkodni, hogy egy házasság, egy esküvő, egy gyerekvállalás nyomán, hogy kinőtték az ingatlant és szeretnének tovább lépni. Ez szükségszerű, ez mindenféleképpen be fog következni, de közvetítő hiteligényt fel kell tenni, azt gondolom, hogy nem tud.